A nemzetiségeket tekinthetjük egyfajta boldog békeidőnek? Mm -hmm. Igen. Bár az, az mennyire volt boldog, amikor az ilyen Pörzse Sándor féle, nem tudom, kik ott hogy Juliska. <laughs> Juliska parlamentben is 200-an boldogattak, hogy igen, Juliska, az Juliska. Annyira szánalmas és banális volt az egész, és egyébként sokkal frusztrált, tehát hogy mondjam, rosszabb volt bejárni úgy dolgozni, hidd el, hogy ő hogy az igazgatódat és mindenkit buziznak, nemzet árulóznak. Nem hagytátok őt egy picit magára ebben a kérdésben? Robi, nem kell vele csinálnom? Nem tudom. Tehát mit, ő egy önjáró ember, tehát ő, azért a Robinak van egy nagyon erős személyisége. Egyszer nem volt az, hogy ő összehívta a társat, hogy segítsetek. Biztos segítettünk volna, de hogy? Tehát aki tudott, nyilatkozott, az annyira célzottan, hogy az ő nemiségét értem, a, a, meg a, egyébként a nem is látott darabok minősítgetése ment amire szerintem egy embernek a da nézése untig elég, de nem? Szevaszok ez itt a Partizán Pop, a Partizán médiaipari, tudatipari tematikus talkshowja. Ma egy különleges vendéggel, de mert elmondom, hogy pontosan kiül velem szemben, mindenképpen fel a csatornára, eddig még nem tetted volna meg, illetve ha szeretnéd látni nem csak ezt a vágott, szerkesztett verziót, hanem a vágatlan teljes interjút is, akkor pedig szállj be a patronálóink közé a leírásban található Patreon linken keresztül. És akkor most fordulok a mai vendégemhez, aki nem más, mint Szabó Kimmel Tamás. Szevasz. Szevasz. Köszönjük, hogy jött és itt vagy a műsorban. Köszön szépen, Te vagy az első színész vendége a műsornak itt, amíg készültünk a felvételre, meg is egyezted egyébként, hogy valóban van itt egy ilyen <gül> evolúció <gül> pumpergabótól Gabótól, Szabó a másik. De honestál egy kicsit? Nem, de honestál inkább, nem már túl vagyok, inkább a, ennek a különösségéről röhögtem fel, amikor így végig gondoltam, hogy hova is jövök, hogy hogy gyűzik győzik-e? Fú, mondom, az érdekel, hogy jöttem én ide a sorba, de, de figyelj, kíváncsi vagyok, tehát hogy nyilván oka van, hogy meghívtál, Remélem, úgyhogy... Remélem, kiderül majd a végére akkor rendesen. Ah. Kezdjük a legelején. Kaposvárot születtél, Igen és hát nyilván a Kaposvári Színház az a 80-as években egy legenda volt. Ebből te gyerekként mennyit érzékeltél? Elég sokat, azért ott nagyon, nagyon számottevő volt a színészek jelenlét a Kaposváron, és ott volt akkoriban egy pesgője művészeti élet, kulturális élet. 80-as években én amúgy személy szerint semmire nem emlékszem, mert 80 éve de, de emlékszem a 90-es évek közepe táján, amikor megnyitották a szüleim az első magángalériát Kaposváron, akkor rengeteg színész és a Kaposvári Csiki színész színház művészei jártak át, jöttek, mentek. Azért a színészeknek ott volt respektjük, és az egy, az egy tényleg úgymond aranykor volt, még ilyen kisgyerek szemmel is. Tehát, hogyha jött egy színész, az úgy meg volt jegyezve, hogy az ott egy színész, és akkor ja, az ott egy színész. Milyen volt számodra a rendszerváltás érzékelt ebből bármit akkoriban kaposvárot? Hát talán a szüleim akkor kezdtek el ö, ilyen magámba, vagy hogy mi volt akkor masszákba dolgozni. Ez, ez, egy ilyen nagy kálváriája a családomnak, ez, az első magángaléria, ami nagyon, nagyon sokan respektálták, nagyon sok pénzt tettek bele a szüleim, és aztán az szépen lassan, ahogy, ahogy a művészet iránti érdeklődés meg vonzalom csökkent, és az emberek már, tehát szerintem luxus számba ment, hogy vegyél egy festményt, vagy egy szobrot, akkor az emberek már csak arra emlékszem, hogy mindig jönnek a megnyitókra, és akkor ott a nagymamám krumplis pogácsáját teszik el a táskába, meg eszik, meg volt bor, nem tudom, és akkor ott volt ilyen nagy hepaj, de aztán utána üres volt a galéria sokszor. Miközben hát én rengeteg művészt ismertem ott, meg majd gyerekként ott szaladgáltam száz ember körül, mert nem tudom, tehát Györfi Andi sok körül. Szóval nagyon-nagyon emlékezetes időszak volt. Beszéljünk egy picit török Tamásról. Jó. Déri Színház vezetője. Ugye ő családi barát is volt nálatok, hogy jól tudom, illetve ugye egy legendás művészetegyüttest formált, ilyen amatőr művészetegyüttest, ahol te is Igen. bontogatod a szárnyat. Igazából neki köszönhető az, hogyha jól értettem a korábbi nyilatkozataidat, hogy a színészet felé fordultál. Ő a művészetet szeretette meg, vagy a színház művészetet, vagy pedig arról volt szó, hogy az akkori energiáid, az akkori esetleges konfliktusaid a különböző intézményekkel, azval, hogy itt tudott a legjobban feloldódni, itt kaptad a legtöbb párti amivel találkozhatott egy annyi idő. És fiú, mint te kaposvárott. mind a kettő. Ö, nyilván a színház szeretet az meg volt bennem, mert ezt a szüleim nagyon okosan és jól akarva, vagy akaratlanul is belém táplálták. Mindig szerettem így bohóckodni, meg hülyéskedni, meg ilyen, ilyen osztályhülyéje, meg ilyesmi voltam, meg a családban is én voltam egy vicces kisfiú, én vagyok a legkisebb. De, 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 de hogy szóval a színház Zat is megszerettette, illetve a melós részét, tehát az, hogy minden pénteken próba van, és akkor lett egy ilyen rendszer az életembe, ami előadásokat szült, a próbákból előadások lettek, az előadásokból nagyon sok előadás lett, a nagyon sok előadásból színházi előadások lettek, és ez is szépen beépült az életembe is. Valóban, ahogy te is mondod, egy ilyen kamasz 14-15 éves fiú, aki egyik iskolából vándorol a másikba, egyszer csak ez a sok hülyéskedés, meg mások utánzása, meg, meg bóckodás, egyszer csak így össze jött egy ilyen olyan jó égisz alatt, és többek közt a Karajos Gáborral, Bacskatával, Ballaeszterrel, Huki volt még, várjál, az Egres velük egy, egy, ilyen alomba nevelkedtem, és akkor ott csináltuk évi 200-250 előadást. Wow. Ja. Ugye azt is nyilatkoztad egyébként erről az időszakról, hogy az neked nagyon fontos volt, hogy nem egy stúdióba kerültél be, hanem konkrétan falunapoktól kezdve a művelődési házakon keresztül, tehát ilyen nagyon, hogy mondjam én, Érsz. figyelemhiányos helyzetekben is kellett egyébként megküzdened hát, a közönségnek a figyelmet. Abszolút, abszolút, ez, ez egy nagyon jó, nagyon jó szakmai terápia, tehát ez bárkivel nem tényleg az, hogy ott vagy egy 100-200 fős falunapon, hogyha az emlékeim nem csalnak, és akkor elő kell jönned egy operett dallal, vagy egy sanzonnal, és hogy veszed rá ezt a 150 embert, vagy csak abból 70-et, Figyeljen. És hát nyilván ebben azért nem úgy kell gondolni, hogy én kimentem, és iszonyatosan profi voltam, hanem nyilván végigjártam az összes bénasági lépcsőfokot, meg minden, is ott szépen a nézők előtt, ezek az éles, mert ezek éles helyzetekben benedződtem, vagy szereztem olyan szakmai tapasztalatokat, olyan alapokat, amiket később a főiskolán nyilván jó részét le kellett hámozni, de nyilván jó részére meg lehetett építeni tovább. Milyen ambíciók mozgattak, amikor jelentkeztél az eszefér? Azon kívül, hogy fölvegyenek. Tehát, mi volt a te pályaképed? Hát az én pályaképpen mindenképpen az, hogy Oscar Diaz színész vagyok, leszek, de egyelőre nem lettem, bár még van időm. szóval én mindenképpen ez, de valahogy az egész, tudod, úgy volt, hogy, tehát nem, én nem voltam soha ilyen céltudatos, hogy akkor voltam céltudatos, amikor már megvolt a célom, és akkor viszont azt akkor toljuk végig, mm -hmm. de, de soha nem tervezgettem és uh, vagy tehát nem az volt, hogy most elhattam 2025-re, az lesz a célom, hogy, és akkor én most addig mindent megteszem, de így, én nem nem, nem, nem ilyen alak vagyok hanem ez így valahogy sodort az élet, belekerültem ebbe a színházi közegbe, tökre megtetszett, ö, elkezdtem látni igazi színészeket a Kaposváról, együtt dolgozni velük, ö, azt mondták, hogy jól áll nekem, volt egy kemény felkészítő tréning a Török Tamással, felvételiztem, felvettek elsőre 18 évesen, és kész. Tehát miért? Nem tudom, hogy miért vehettek föl, biztos tetszett nekik, hogy, hogy azért elég instrukcióérzékeny vagyok, tehát ha azt mondod, hogy izé, hogy sírjál, és utána röhögve izé, akkor azért nem kell, nem tudom, három hetet próbálni, hogy az belőlem kijöjjön. Tehát azt általában hozom elsőre, és akkor jól lehet velem dolgozni, jól lehet formálni, amit mondanak, arra odafigyelek, elkezdek róla gondolkozni, de nem akarom itt magamat fényezni, mert ezeket én nem tudom, miért vettek föl, tehát ezeket ezt tőle kell megkérdezni, de biztos sok olyan adottságom volt, ami nekik akkor abban az évben ennek a két embernek kellett és tetszett. Ugye ez egy ilyen speciális osztály volt, ez volt az első zenés-színész osztály. Yeah. Te a prózai osztály indult volna, abba is jelentkeztél volna? Sőt, ne, hát nem, én igazából mindenképp az Asser Tamás Novákeszter párosra szerettem. Mert, mert, tudtam, hogy az Asárnak volt Kaposvárhoz nagyon sok köze, én azért sok Asser előadást láttam, tudtam, hogy ő a top off. Novákeszterről nagyon keveset tudtam, de elmentem megnézni Pesten előadásait a Török Tamással. Ő viszont ismerte, mondta, hogy a legjobb tanár. És akkor nagyon megtetszett a egy-két munkája, amit láttam, és aztán a felvétel, amikor találkoztunk, akkor meg haláloda lettem érte, Tehát nagyon, nagyon, nagyon pró, és nagyon, nagyon, szigorú volt, és, és nagyon sokat segített nekem a felvételén az Eszter. Ekkoriban talán még volt óra adott a az Eszter. hogyne, sőt az alattunk levő osztálynökkor volt az, igaz, az osztályfőnöket. Neked volt vele órád? Nem. Bármilyen élményed esetleg vele kapcsolatosan? Volt, voltak, voltak élményeim. Nem, elmondanál? <laughs> hát most nem tudom, ne, nem, nem. Másként kérdezem, mennyit érzékelti abból, hogy itt vannak ilyen kulturális, politikai törésvonalak, és ezek elég érzékeny módon vannak bekötve bizonyos személyeknél, akár Kerényi akár másoknál? Hát az érzékeltő volt. Tehát azt lehetett érezni, lehetett tudni. Mi ezt nem győzöm hangsúlyozni, amióta főleg volt ez az eszefés, meg tart ez az eszefés mizéria, hogy én az, az, egyetemen vagy a főiskolán soha nem politizáltam egyik tanárommal se, tehát nem volt ilyenről szó. Olyanról volt szó, hogy legyetek tájékozottak, és nézzétek meg minden oldal igazságát, próbáljátok megfejteni, nézzétek meg ez az ember, hogy beszél, az az ember mit mond, értelmezzétek, gondolkodjatok róla. Hát nekem is volt olyan osztálytársam, aki full szélső jobbos volt aztán a végére. Párik hogy... Pári Péterről beszélünk. Ő, ja, én nem tudom, őről beszélünk. <laughs> ezt most azért kimondtam. De, de szó, hát, hogy volt mi, ilyen... de bocsánat, ő ezt vállaltan, tehát ő... Ja, hát a akkor hát, oké Jobbik rendezvényekkel lépett lépést. Igen, Jobbik rende... a Jobbik, jobbik ifjúsági himnuszának a szerzője is egyébként. Igen, igen, Ja, azt nem tudtam. És aztán az n nek volt műsorvezetője. Ó, azt se tudtam. Peti, én nagyon tehetséges színész. Milyen viszonyod volt neked vele? Nekem tök jó. Mindenkinek tök Mi szerettük egymást, tehát emberek. A mai napig megvan? megvan? Ön, nagyon régen beszéltem veled, de szerintem most találkoznánk itt az utcán, akkor tök jól Nem hiszem, hogy Tehát sose voltak ilyen nagy, nem beszélek vele. Tehát ez, igazából szerintem mindenkinek a töketele van ezzel. Tudod, hogy van egy generáció, aki ezt vergődi, meg ezt harcolja itt évek óta, miközben itt vagyunk már fiatalok, tehát jó, gyerekek, menjetek oda abba a sarokba, ezt dumáljátok le, mi meg akkor hadd dolgozzunk tovább. Tehát szerintem van egy nagyon erős ilyen érzetem, hogy nem a, nem a mi ezek nem a mi meccseink, vagy ezek nem a, tehát nekem nem kell az a Vári Kovács, vagy Gipszak rosszba rosszban lennem, mert ő ilyen én meg olyan vagyok, mert mindannyian sokfélék vagyunk, és én szentül hiszem, mint ahogy már az életemben tapasztaltam, és ha leültem egy ilyen vagy egy olyan emberrel és beszélgettünk, akkor sokkal több közös pontot találtunk, mint nem közös pontot. Mondom, nem volt nálunk a főiskolán ilyen, és ez egy ilyen, ilyen, viszonylag új keletű dolog, hogy akkor egymást így gyűlöljük azért, mert te jobbos vagy, te meg balos vagy, miközben nem tudom, én balos vagyok, vagy az, az rossz, tehát hogy ha az vagyok, az rossz, ha te jobbos vagy, nem tudom. Maga itt a Vári Kovács Péter, ugye ebben az időszakban 2003-2007 között, mm. ő, tudtam már, mert lépett fel egyébként jobbikos rendezvényen. Én nem tudtam. De hogy legalábbis kapcsolatban volt a párttal, az egészen biztos. Családban volt a pártal, ez egészen biztos. <laughs> <Én valami. gül> Igen. Egy, ez, ez, például semmilyen módon nem interferált a, az iskolai, nem tudom én, munkátokkal? Hát az én részemről biztos, hogy nem. Peti bejött, adott végszót, Aha. tök jó volt. Tehát, hogy ez más, érted, a 13-14 akárhány ember össze van zárva, ott testvériség van, tehát vagy annak lenni. És persze azon belül lehetnek feszültségek, meg nézeteltérések, de nem az a fontos. Tehát hogy mi azért voltunk ott, hogy színészek legyen, színész legyen belőlünk. És volt két osztályvezetőnk, akik nagyon jól tereltek minket, és a legnagyobb türelemmel, és szeretettel és nyitottsággal voltak felénk. Tehát nem volt például osztály előtt azért nem is tudok hogy a Petinek akkor volt-e kapcsolata, amit te melyik pártal, mert nem volt ez téma. Tehát ezt én később tudtam meg. Azt szerintem nem probléma, hogy amit elmondasz az alapján, egy kicsit azért én a politikusnak tűnik az intézmény maga. De az baj. Kérdezem, hogy probléma esetleg. Nem Már csak azért is, mert hogy közben meg egyébként a tanároknak vannak politikai jellegű konfliktusaik, és ezek nincsenek igazából nyilvánosan kitárgyalva. Látszik, hogy itt azért a fedő alatt ez, ez forrong, és lehet, hogy 2020-ig kellett várni, hogy ez végül is egyébként így kirobbanjon, de végül azért kirobban, és aztán konkrétan felszámolja magát az intézményt. Hát igen, ez egy végtelen szomorú dolog, azért ez mindannyiunk, minden színésznek a bölcsője, ami ellen én nem tudok más mondani, mint egy támadást intéztek. Én vélem felfedezni az ő igazukat ebben a támadó fél részéről, és vélem felfedezni a védekezők részéről is. az biztos, hogy amit mindenki a párbeszéd, mint olyan, az vagy ezért, vagy azért, tudjuk, hogy miért, de elmaradozott és párbeszéd nélkül biztos, hogy nem lehet semmiféle olyan újat csinálni, ami reményt adhat arra, hogy a következő 10-20-30 évben tényleg kimagasló színész és, és filmes képzés fognak kapni az oda felvételizett emberek. Mert hogy ezeket a mestereket, akiket most kikukáztak onnan, ezeket nem lehet kikukázni. ezeket egyszerűen a történelmünk részei, és nem véletlenül a történelmünk részei. 2006-os őszi zavargások alatt te harmadéves voltál. Igen. Mi szivárgott ebből be oda hozzátok, nem. hiszen elég ott voltatok a centrumában. So, olyan szinten szinte voltunk a centrumában, hogy én teljesen meg voltam őrülve. Én akkor volt a vakrepülés, nem, akkor a negyedikesek voltunk szerintem. Vakrepülés című vizsgánkra készültünk, az egy improvizatív vizsga volt, improvból össze, és én állandóan az Odrin ő, sárba rohangáltam, és különböző használtársaimat próbáltam behúzni, hogy csak lerej ott is, minden ellenkező, csak én voltam a tüntető, és akkor mindig ő volt a, a, a azért a, az, a, teljesen rápörögtem erre és fel is használtunk a vizsgánkban egyébként sok ilyen jelenetet, azt hiszem volt, a, volt ez a híres gyurcsány takarod, és volt egy jelenet, hogy mit te, lányok jönnek, és akkor ilyen izé volt, hogy furcsán hadarok, furcsán hadarok, kiabált egy tömeg, és így elsodorta őket, és nem tudom már mi volt a jelenet, de azt így beleépítgettük. Illetve az nagyon erős volt, hogy volt egy ilyen hosszú palló az Ódrin, a nézőtérre csináltatott az Eszter, a Novák Eszter, és akkor azon is lehetett játszani, végigjöttünk gyakorlatilag majdnem az utolsó sorig. És akkor volt valamilyen divatbemutatós része is ennek a iző, hogy hogy mutatod meg magadat, mintha egy divatbemutató lenni. És az volt, hogy amikor mondták a novák, mentek el az emberek ezen a hosszú pallon, és mondták a novák, hogy jó, akkor álljunk az elejére, akkor kiderült, hogy senki nincs ott, mert a palló leugrott, ezt mentünk ki nézni, hogy mi, mit csinálnak innen az emberek. Tehát ilyen, és akkor egy idő után az asár megunt, és mondta, hogy gyerekek, menjetek ki, hallgassátok meg az Orbán Viktort, nézzünk körül, és akkor azt hiszem, hogy valaki jeleneteket is akartak ott csinálni, kiírták a telefonszámukat pap ilyen nagy izékra, mert hogy embervásár, ez volt a vizsgánk, ugye ma akkor volt az első ilyen nagy azt hiszem akkor gyurcsányféle ilyen kulturális pénzávonás, és akkor már tudtuk, hogy nem fognak minket szerződtetni. És akkor ez már akkor nyilvánvaló <t> volt 2006-ban? Igen, szerintem az akkor már. Én, én úgy emlékszem, hogy azért is csináltuk ezt a vizsgát, hogy vegyenek meg minket. Ez volt a kvázi a cím, hogy ilyen embervásár vakrepülés. Na mindegy, és akkor ott járkáltunk ki, és hát annyira, annyira belepörögtem, hogy én este is kim voltam, és ott a... a, a, a Na, mondd már, volt az aluljáró, Ferenciek uh -huh. Ott álltam és néztem, hogy mi történt, láttam, emberek dobálóznak, és akkor úgy, ö, azt hiszem, jó, jókor éreztem azt, hogy le kéne lépni, de én nem dobáltam meg semmit, csak úgy érdekelt, mert úgy történt valami, és akkor azt hiszem a Deák tér fele így meglógtam, és akkor már jött ez a rendőr, nem tudom már mik a mi? hídon át, és préselték össze a tömeget, és pont előtte szerintem öt perccel léptem le, és amikor mész sállal a könygáz, és akkor pont kiléptem a deákra, és 6000 rendőr pihegett ott ilyen. Tudod, így is annyit ültem, hogy erőt, egészséget mondtam, hogy mereven előre elindultam, és azt csak arra gondoltam, hogy senki ne nézzen rá, mint egy ilyen börtön lettem volna, nagyon para volt. Szóval így, így, emlékszem erre az egészre, meg arra is, hogy ez is teljesen normálisan volt velünk kommunikálva és kezelve. Szóval engedték, hogy akkor Tomika hülye volt, akkor jó, hozzá még ilyen tüntetős jelenetet, üvöltözzél, oké, okay, szuper, és tehát teljesen benne voltam. De azt lehet mondani, hogy amikor ilyen nagyon performatívá válik a politika, akkor az már... Tehát akkor az fölkeltődik az érdeklődés a színházi emberben is. Szerintem igen, alapvetően nézd, egy főiskolát azért nem lehet, amit mondtál, hogy ott mennyire baj vagy nem baj, szerintem az nem kell politikusnak lennie, mert egy főiskolán nem arról van szó, hogy te most politikusi, tehát a, a politikának az a politikusi ö, részére reflektált. Ott Shakespeare-t kell csinálnod, Ödönfó kell csinálni, ö, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, operettet kell csinálni, azokban nem férod, nem azért vagy ott. De amikor kijössz egy főiskoláján, azt gondolom, hogyha egy társulathoz szegődsz, ahol van politikai vélemény, vagy vagy a, a közéletről van vélemény a színház vezetésnek, vagy annak a társulatnak, vagy annak a rendezőnek, aki odajön, akkor abban igenis, hogyha te azzal egyezik a véleményed, miért állnál bele? Tehát nyilván nem arra gondolok, hogy üző gyökér ez, meg az, nem ezt kell kiabálni egy előadásban, hanem úgy kell reflektálni a közéleti történésekre, hogy az áthallásban, de mégis ráismeri arra, hogy baszki, ez itt is lehetne, vagy hát most épp ez történik itt. Tehát de szerintem ez miért jó, ez nem része a képzések? Nem mondom, hogy mire gondolok. Várjál, az asernek van ez a mondása, hogy a színház az a nyilvánosság művészete. Mm -hmm. Ha pedig a nyilvánosságnak a művészet, akkor én ez egy politikai művészet. Igen, de annak van értelme, szerintem több egy másodéves vizsgán azt nézett, hogy mit tudom én, Jakab Péter, Orbán Viktor csatája a parlamentben jelenetesség, Tehát ennek semmi értelme nincs. Tehát, ja, hát, de ez csak egy szerete lehetne a dolognak. Most hát egyébként... húzok, de, de nem, tehát hogy nézd, amikor én jeleneteket csinálsz az első két évben, ott azért magadból dolgozol, a te személyes élményeidből dolgozol. Ott, hogyha én hoztam volna egy jelenetet, ami arról szól, hogy, hogy <laughs> nem tudom, politikai, ilyen populista politikai beszédet tartok, mert politikus akarok lenni, ebbe a 90 másodperces időintervallumba, és azben a fordulat, hogy nem tudom micsoda, szívrohamot kapok, most mondtam valamit, akkor azt nyilván engedték volna a tanáraim. Tehát, hogyha vagyha én, én ő tüntetőt akartam játszani negyedikbe egy vizsgába, akkor azt engedték a tanáraim. Tehát, hogyha én azt, tehát ez az önkifejezés az érdekelt, éppen arról akartam beszélni. Hogy azt... ja, én nem gondolom, hogy bármifajta tiltás lett volna az SZF-nél fejlesztésre. Nem, nem volt, csak, csak nem az... volt Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, hogy most, amikor volt az, az egész megtámadás sorozat, akkor nagyon erősen az vált a retorikájába az intézménynek, hogy mi nem politizálunk, nálunk nincsenek politikai indoktrinációk. És én értem, hogy egy ilyen megtámadott helyzetben nyilvánvalóan tagadni kell ezt a várat, csak ennek megvan az a veszélye, hogy ezzel elvész egy olyan nagyon fontos funkciója a színháznak, amiért igazából egyébként évezredek óta működik. Mert hogy igenis egyébként létezik szerintem olyan, hogy egy megközelítés módjában a színház inkább baloldali értékeket propagál, vagy egyébként inkább konzervatív, jobboldali polgári értékeket propagál. Nem mindegy, hogy Róma és Júliát mondjuk hogyan játszunk el, hogy azt úgy látjuk, hogy a két nem tudom, én krőzus család közötti vetekedés és a hatalmi viszonyok továbbéltetése, vagy pedig úgy látjuk, hogy egyébként két fiatal ember szerelme és az, hogy nem tud a társadalmi viszonyok között szárva szökkeni. Tehát, hogy, hogy számtalan megközelítése van, és ez egyfajta világlátásnak a következménye, hogy hova teszed le a voksodat. Uh -huh. Nem tudom, én ha a Rómeót kellene játszom, akkor magasra -e nem mind a kettőt, amit most felhoztál. Igen? abszolút csak arra figyelnék, hogy azt a nőt szerethessem, és azért a nőért meghalljak. Tehát az, hogy körülöttem mi van, az nem az én dolgom, az egy rendezőnek a dolga, de lehet, hogy a rendező képzésben. De nem tehát én értem, amit akarsz kérdezni, csak nem tudok rá se nem tudok rá jó választ adni, mert én nem érzem azt, hogy ez, ez, problémás lett. Miközben a megtámadás sorozatnál azzal vannak vádolva, hogy mert politikai balliberális képző, arra természetesen azt mondja, hogy nem képzeled, mit jelent ez egyáltalán. Nem, nem történik itt semmi. Ez egy nemtelen vád. Ez egy nemtelen vád nyilván, amire teljesen jogos a reakció, hogy ne arra, nálunk nincsen balliberális és semmilyen ideológiai képzés. Mert ez az igazság. Ezért mondom én is azt, hogy nálunk nem volt ideológiai képzés, nálunk türelem volt, szeretet volt, és a nyitottságra való nevelés, hogyha az Orbán Viktor beszél, akkor őt hallgass meg. Ha a Gyurcsány Ferenc beszél, akkor őt hallgass meg. Hallgass meg, mert jelenleg a te életedet ezek az emberek irányítják, befolyásolják akármi, ismer, tud. Hatása nézé. vannak rá, igen. Hát persze, és mint figura is néz egy politikus, nézd, hogy mikor mit csinál az ujjával, azt miért csinálja, mikor mit, hova néz, hova izé, hogy hazudik ki, hogy Ez őrült izgalmas. Hát persze, hogy az. Hát ezt imádom. Hát ezért nézem, ma mai napig nézek izi parlamenti felszólásokat, mert imádom nézni a politikusokat, hogy mennyire rossz színészek néha, és, és hogy közben valamelyik meg mennyire jó. Tehát, hogy, hogy, nagyon sokat lehet ebből tanulni, és ha majd egyszer egy politikus kell akkor mennyire jó élmény lesz, hogy amúgy Magyarországon élek. Mentél volna, hogyha hívott volna akár az operát, akár a madács? Hívott az operát, de nem mentem. Nem volt jó élmény a casting. Mesélj kérlek róla. Mesélj kérlek? Hát nem tudom, az, az, minden casting más és más. Ez is uh, más volt, és nagyon rossz volt, tehát egy rossz, rossz hát, azt a kőkeményen a Keró vezetés, a Sisere had. Hát persze volt, nem? Nem az volt, a... hát azt próbáltam volna meg, nem volt, nem, nem volt, nem volt ilyen, nem, 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 nem kellemetlen. Neked ez tisztá volt már akkor, hogy ő, a hír az, hogy egy ilyen szexuális ragadozó? Hát annak nem, azt le, azt, én azt hallottam, hogy egy igazi vadbarom állat, tehát hogy azt, a ő lehetett tudni. Nekem ez az egy ilyen személyes, kettő személyes találkozásunk volt, ez a casting, amit rohantam ki, tehát azt hiszem, hogy biztos, biztos, hogy nem. Ö, mert ilyen, ilyen alázós volt, meg tudod, ilyen, ilyen kinevettek, majd mit tudom én, hogy akkor na a harmadéves. Nekik alapvetően nagyon fájt, hogy mi az, hogy az meg a Novák Indit és Miért nem ők? Hát hiszen ők az operett műzikát. De most ez az én személyes véleményem most már 15 éve, hogy több generációt a, a jó ízlését nyomorították meg bizonyos magyar operett és műzikel darabokkal, mert mint ahogy interpretálták őket, mert ezek nagyon jó műfajok, és ezeket lehet iszonyatosan pengén és, és faszán játszani, és ez itt, nem sikerült megvalósítani, nagyon ritka és kicsi kivételben sikerült, és nagyon kevés az az ember, akik ezt, ezt nem ezzel a, ezzel a cukormázzal leöntött, nyávogós, szándéktalan összevisszas futkosásba, lila fényekben, tehát aki, nem, nem, tehát aki tudja nem így csinálni, azt szerintem kevés ember ez azért merek ennyire bátran erről véleményt foglalni, mert én pont máshogy tanultam ezt, és látom, hogy amúgy, tehát nem véletlen a Mohácsinak, nem véletlen akkor a legenda a csárdás királynője, hát mert ha most elmész és megnézel a, egy izét, egy operettet, hogy hogy van csinálva, vagy abban az időszakban, amikor én ezt én végeztem, és a kérdésed oda vonatkozik, hogy akkor mentem volna, hát én nem akartam oda menni. Tehát a számomra az ízléstelenség tovább továbbja volt. Amióta tehetségkutatók vannak, érted, ott is látod, bejön Gyurika, hármat visi, tök hamisan, de őt rá szavaznak a csajok, megnyeretjük holnap már a madár színházba ugra bugrálért, azt azt hisz, hogy színész. Te meg elvégzel négy évig kőkeményen egy zenész-színész képzést, az ország egy kettő legjobb tanárától, és ott állsz, és nincs munkád. Tehát mire gondolsz? Persze, hogy arra, hogy azért itt vannak dolgok, amik rosszul működnek. Tehát a számomra például elképzelhetetlen érted egy, egy hogy hogy elénekelsz egy dalt, és utána felállva vastapsol téged, 7 perc meg az előadás, a publikum, és te így csinálsz, hogy... Te ilyen nincs, te nincs, te egy színész vagy, te a feladatodat csináld, és ne hagyd, én például nem hagyom a saját előadásom a nézőket Nem, majd azt én elmondom, hogy hol tapsolsz és hol nem. Tehát az, az, nem. És nem kell mindig tapsikolnunk azért, mert zene volt. Tehát, hogy néha csak hagyd, hogy leüljön és bejöjjön egy prózai szöveg. Szóval nem tudom, az, ez nekem ízléstelen volt, érted? Ez az egész millió, és én nem, nem, akartam oda menni. A másik zenés színházot sokszor próbálkoztak ott, viszont nem, általában nem passzolt a, a, az épaktális is helyzetemhez színészileg, vagy vágyaimhoz nem passzoltak a, a felkérések. Tehát amikor felkertek a mama miába itt akkor azt gondoltad, hogy neked ebben nem kell szerepelned? Igen, hiszen hiszem, nekem már volt a papapia. Jó, fogunk még erről beszélni. 2007 megy a közös első film szerepet. Uh -huh. Én ezt moziban láttam, hogy képzeld el. Igen. És van egy nagyon erőteljes személyes ez, mert hogy én akkor még nagyon erősen színész akartam lenni. Olyan. Igen, nem mint, hogyha bármi predestinált volna erre, de hát ez egy meggyőződésem <laughs> volt akkor még. Én is akartam rendőr lenni. Meg igen, igen, vannak ilyen tév, az embernek. De igazából én arra emlékszem, hogy annál a filmnél, hogy így az csapott nagyon mellbe, hogy én azért valamiért az osztályokat, én sokat jártam az Odrina nézni vizsgálódásokat, igen, és hogy így nekem a kiszolgáltatottság élmény volt az első. Hogy, így, hogy ezt így megtehetik egyébként egy harmadéves éves emberre, simán, hogy negyedéves éves volt, bocsáss meg, akkor, akkor lettem negyedikes. Egy, egy, végzett emberrel, vagy végzés közelében lévő emberrel, és hogy ezek a keretei ma Magyarországon a filmszínészetnek. Hát nézd, azt gondolom, hogy azt én még, tehát nekem az tehát érdekes, nem így éltem meg. Tehát én azt úgy éltem meg, hogy azért a Koltai robert el filmezhetek. Én nagyon szerettem a Sose Halun meget, a filmet, a számtalanszor megnéztem, és aztán bekerültem a filmgyár udvarán, elmentem egy castingra, aztán az Asher szólt, hogy kellene mennem. Tökörültem, ott a robi vagy csináltak egy jelentek, mégis a Koltai Robert, ne haragudj. Ő, nagyon kedves volt, utána felhívtak, ő, akkor ez megvan, és én a világ legboldogabb embere voltam. És az, amikor kim vagy, és gyakorlatilag nulla filmes tapasztalattal, egyszer csak ott vagy, egy több, nem tudom hány millió forintból készült akkor az a film, de ott vagy egy ilyen izéba, egy viszonylag főszereplő státuszban, kéri tőled az operatőr, hogy banánba menj be, és állsz, és fingod nincs, hogy az mit jelent. Tehát ezek, ezek vitték el az én figyelmemet, mm -hmm. és ezek, hogy ezek megtanuljam, hogy az mi, hogy kell banába venni. De a filmes képzés Ez hiányát. Gyakorlatilag én azt arra használtam, és miközben egyébként parád színészeket ismerhettem meg. Tehát azért én akkor először a Szabó Győzővel, a Pindrok Csabival, akik jó fejek voltak velem, akiket előtte arra, hogy én azért otthon Kaposváron a bőrkanapéból néztem a valami Amerikába, és egyszer csak ott egy meg velem viccelőnek, azért az nagy flash volt 22-3 évesen, érted? Megcsájtam az instrukciókat, amikor vége volt a filmnek, akkor viszont behívtak utószinkronra, és azt hiszem a 70%-a utószínchron azért mert túl sokat kiabáltam, és nagyon intenzív voltam, és ezt utószinkronba vissza kellett venni egy kicsit. Úgyhogy nekem ez nem volt értem, hogy te mit mondasz, és most visszanézve valamelyik nap ment a tévébe, és elkaptam egy jelenetet, és azt érzem, hogy lehetett volna ezt jobban, mi egy mindig lehet minden sokkal jobban és most már úgyse tudjuk visszacsinálni, tehát az úgy történt, nekem az egy... Nem nagy... is így, nem is rajtad kérem számolni, én a saját megérésedet akarom csak kérdezni, tehát hogy, ehhez, tehát, hogy azt, leszemítve azt, hogy mondjuk nyilván nem volt egy olyan vérnyűsző barom a koltai, mint a keró, Ja, nem, meg egy kellemes munkakörnyezet volt, ez tök fontos egyébként szerintem is. De hogy ezt számít, hogy itt a filmművészeti minősége miben tér el a megy a közösnek ahhoz képest, mint amit esetleg te az operett színház működésében? Értem, amit kérdezel. Bátor kérdés. Nem tudom. <laughs> nem tudom, hiszen mivel az volt az első film, mert nem volt, tehát nem volt mihez hasonlítanom, érted? 2009 Médi Hungária. Igen. A elmesélésed alapján én teljesen random módon kerültél végül bele? Nem, mert ez úgy volt, hogy visszakerültem. Éretté van először. Igen, először arra akartak, de én kettőször nemet mondtam erre a felkérésre, mert azt gondoltam, zenés film, hagyjuk már magyar zenés. És aztán harmadszor is fölhívtak, azt hiszem, és akkor a Tiszeket Danival találkoztam, mert mondtam, hogy jó, oké, nézzük meg. És találkoztam, hogy valahonnan jöttünk, valami előadásról jöttünk, igen, az osztályt csináltuk, és akkor bemutatott a ráda utcában Fonyó Gergőnek, a képot beszélgetett, és akkor találkoztam össze a Fonyó Gergővel, és onnantól változott meg az ő koncepciójuk, hogy ne a röné legyek, hanem legyek én a Miki, tehát hogy a Mikit idősítsük, mert nem ugyan 15 éves fiút akartak, de egy volt a fasorban, aki azt mondták volna, hogy erre rá tudjuk bízni ezt a filmet. <coughs> és akkor kicsit idősebb lett a Miki, így lettem én, és akkor hozzám megtaláltak a Fenyő és akkor ő lett a röné. Te kim voltál a filmmel a Carlo Én Los Angelesben voltam King Golden Globe válogatom vele. Az nagyon, az nagyon, jó élmény volt. Ez volt az első olyan szakmai utam, amit egy, amit egy munkámnak köszönhettem, és az ilyen, ilyen örök élmény nap Los Angeles, Fonyógergővel, Serer Pepével, Tehát el képzelni, hogy az De zseni volt. Akkor voltam először Andy Vajnával, akkor találkoztam először például Malibun. A kis Hát meghívott minket Malibu-ra a házába, és akkor oda mentünk. Úgy kell elképzelni, hogy az ember most ezt elkezdi? Úgy kell elképzelni, hogy ott van Malibu, az ott le van zárva az emberek előtt a partszakasz, mennek végig a házak, és akkor az egyik házhoz odálltunk, és akkor fogadott minket egy kedves hölgy, volt a házi nő, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, és akkor rendi kiindult a teraszon, volt egy ilyen szép, cölöpös terasz, alatt az óceán, ott volt a kutya, a minden, és akkor ott hello, hello, sziasztok, hogy vagytok. Látta a filmet? Látta, még Magyarországon, és nagyon tetszett neki, és hát ő azért is akarta később ezt a papapiát állítólag, hogy egy hasonló olyan sikerű filmet akart, mint a, volt mint a Médi Hungária. Ez 2009-ben volt, amikor találkoztatok Vajnával? 2008-9, valahogy így a... És Itt tett arra utalást, hogy jövök vissza, majd beszélünk. Nem, nem, nem ő akkor nagyon-nagyon emberséges volt, nagyon-nagyon emberi volt, és inkább ilyen vicces volt, mert a ott ültünk, és hogy a Pepe így, és sokat füldesz itt az óceánba? És mondta, hogy egyáltalán nem. Szeretem a hangját, ahogy bemegy a ház alá. És így ültünk, hogy <laughs> oké, okay, akkor ez nem a mi kategóriák. Aztán akkor inkább kimentünk a partra ott a Pepivel, ez nagyon vicces volt. Ez... De azt sem merült, hogy egy folytatás, vagy egy következő filmet tető alá hozzon nektek, nem. hogy bármilyen módon ebben lépjetek egyet előre? Nem, olyan volt, hogy ott mondta, hogy ha akarunk, akkor, hogy kimaradunk, akkor, akkor ott segít nekünk, hogyha, tehát egy kicsit eligazodni, hogyha még mert az úgy volt, hogy akkor azt a filmet felkarolta a Spielbergnek a volt ö, asszisztense, ez egy nagyon híres nő volt, sajnos nem a neve, és ott kint ültünk, és beszélgettünk, és így mondta, hogy gyereki ide Amerikába, gyereki ki, találunk neked ügynököt, megcsinálunk, mert hogy ezt, ah, nekem igen. Voltam 23 éves, nem tudom. És ült, és mondtam, hogy jó, köszi, persze, nekem otthon van dolgom, meg izé. Tehát, egy... És akkor én nem... Most szórakozom el. Nem. <laughs> Tényleg ez volt. Ott ültünk, és mondtam, hogy köszi, vár nem. a Nemzeti Színház, vagy mit mondta neki erre? Egyébként igen, várt a Nemzeti Színház, meg egyébként meg úgy voltam hogy hallott, tehát jó, tehát, azért ez, tehát ez, nagyon túl, ez nagyon túlzás. Tehát azért ilyen nincs, az nem dobja az élet, hogy kinnősz Hollywoodba, 23 éves kis kaposvári fiúként egy filmet, kettő, második filmet, és azt mondja neked hogy, hogy gyerek ki, szíves, jó, és akkor megcsinálunk, és lesz az Tehát De jó, konkrét is. ígéretet is tett, vagy csak így elkezdtesz lebegtetni valamit? ezt lebegtetni, valami lebegtetni. lebegtetni és elkezdtünk erről beszélgetni, és hogy, mert hogy akkor tanulj meg, most várj egy évet, és gyere vissza. Tehát ott szerintem lett volna egy ilyen vonal, de kisítő is voltam, meg, meg, meg tehát ez nem így van, érted, nem tudom. Aztán a hajnalban nem tudtam aludni a hülye jetlag miatt, és kimentem cigizni, és pont ráálltam Hollywood feliratra, felirat, és egy, egy vörös lufi így a kelő napba így elszállt. És abban az első élmény, hogy följött, hogy ez a hajó elment, tehát ezt éreztem, hogy itt, itt mm -hmm. se a filmet nem fogják beválogatni, se nekem nincs itt keresni valóm, azt gondoltam. Nemzeti Színház, amikor abba belevágtál, abból mit lehetett sejteni, hogy lesz -e? Lehetett -e sejteni bármit abból, hogy ez mekkora lesz majd a kortárs Színház történetben? Azt gondoltam, ez egy jó lehetőség lesz, a Nemzeti Színház, ez prestízs. Gondoltam, hogy nem lesz egy unalmas, avic színház. Nem tudtam, hogy milyen darabok várnak rám, úgyhogy én így én teljesen nyitottan és ilyen, ilyen így mentem oda, hogy lesz, ami lesz. A nemzeti séveket tekinthetjük egyfajta boldog békeidőnek? Mm -hmm. Igen. Bár azért az mennyire volt boldog, amikor ilyen Pörzse Sándor nem tudom kik ott hogy Juliska. <laughs> Juliska parlamentben is 200-an bólogattak, hogy igen, Juliska, az Juliska. Hát ezek az van a Ja, szóval igen, mert, mert volt ilyen ominózus, bocsánat, csak azt hiszem, hogy emlékszem. Remélem, mert mindenki emlékszik. Amit. meg, tehát rád ez bármilyen szempontból? Röhögte, mint az állat. Tehát annyira szánalmas és banális volt az egész, és egyébként sokkal frusztrált. Tehát, hogy mondjam, rosszabb volt bejárni úgy dolgozni, hidd el, hogy, hogy a, az igazgatódat és mindenkit buziznak, nemzet árulóznak és izét, miközben egyébként te pont János mész játszani, vagy pont tök egy mit mész játszani, de épp a magyar színház fellegvárában készülsz éppen 750 embert lenyűgözni, és akkor ki meg azt látott, hogy izé fehér fűzős mukik, akiknek be kellett linkelni még a kuruc színfon, hogy hol a nemzeti, nem emlékszel rá? Ott volt linkben, nem tudták. És akkor oda jöttek 40-en, és akkor Pörzse Sándor kellett, hogy addig nem nyugszunk még a nemzeti tetején, nem Árpád lobogó lobog. lobog. Mert ugye, hogy az alföldi románoknak adta ki a trianon emlékébe. Amit egyébként a végül visszavon nem adott ki, na most azóta mi van, én ezért, ezért röhögök, azóta még jobban, mert azóta csak a Vignelszky meg románok rendeznek a nemzetibe, és nincs Árpány zászló, tehát nem tudom, de remélem most nem nyugodt hogy most sem az. Tehát volt egy olyan rossz érzés ennek az egész, és én akkor éreztem össze hogy ezt a politikát, így, amikor így lehány basz ki a politika, vagy így behány az ablakon, a, itt vagy a kis stúdióban dolgozol a jelentük, és így, ilyen nagy hányás így bejön ilyen politika. Ez rátok is nem lett, az alapvetően azért inkább az alföldi. alapvetően inkább az Alföldre, na de hát onnantól már tök mindegy volt. Tehát ez ugyanaz, amit a katonával csinálta. Nem hagytátok őt egy picit magára ebben a kérdésben? Robi, nem kell nem tudom. Tehát mit, ő egy önjáró ember, tehát ő, azért a Robinak van egy nagyon erős személyisége. Egyszer nem volt az, hogy ő a társat, hogy segítsetek. Biztos segítettünk volna, de hogy? Tehát aki tudott, nyilatkozott, az annyira célzottan ő az ő nemiségét érte, a, a, meg a, egyébként a nem is látott darabok minősítgetése ment, amire szerintem egy embernek a daffák nézése untig elég, de nem kell ahhoz 800 nemzet is dolgozó, hogy így járjunk, hogy Amúgy álltunk, amikor kellett, de, de nem kért segítséget, vagy nem emlékszem ilyenre. És szerintem amennyire kellett, ott összezártunk és összehozta azt a csapatot, ez az egész ügy. Lehetett látni, hogy szerveződik egy teljesen új törésvonal a magyar színházi világban, ami addig ilyen leprezetten volt jelen. A Magyar Teátrumi Társaság fölvállalta azt, hogy már pedig ők meg akarják törni azt a színházi hagyományt, ami alapvetően egyébként az elitjét adta a magyar színházművészetnek a rendszerváltás előtt is, utána aztán pláne. Azt mondják, ez egy kifejezetten politikai törésvonal, ez 2010 után teljesen egyértelmű lett, de ugye nagyon fontos volt az a pár év, amit 2010 előtt volt, amikor ti elkezdtétek a Nemzetiben Igen. felépíteni az új társulatot, az új repertoárt, nagy sikereket arattatok, és így tovább, de közben nem azt lehetett látni a közé emögé a siker mögé mások is oda csatlakoznának, és kialakulna valami fajta hasonló tömb, hanem hogy itt ott is hihetetlen megosztottságok mentén egyébként különböző színházigazgatók még egymás alatt vágták a fát, miközben már jöttek az orbánisták, és lehetett látni, hogy ők egyébként nem fogják magukat semmifajta hagyományhoz kötni, azokat a hagyományokat elismerni, semmiféle tekintét nem ismernek, azon az egyen kívül, aminek fölesküdtek. Tehát hogy hogyan élted meg azt a folyamatot, ami 2008-9-től 11-12-ig tartott, és amíg egyértelműen vált ez a konfliktus, ez így el fogja dönteni a magyar színház művészet jövőjét, akár egy egész évtizedre bezárólag. Érdekes, amit kérdezem, nekem maga egyáltalán nem esett ez le, tehát ezeken most esik le az elmúlt egy pár évben, amikor látom a teljes szétcseszését ennek az egésznek. Én azt gondolom, és bárki bármit mond, nagyon nyomatékosan és határozata, gondolom, hogy az, hogy ez a dolog ide jutott azért, aki az elmúlt 20-30 évben színházi pozícióban volt, vezető pozícióban, a nagy mestereinknek úgy nem gondolják, hogy valami közük azért van ehhez, hogy az idáig tudott jutni. De milyen közük van szerintem? Nem tudom, én azt érzem, hogy egyszerűen felelősségük van abba, hogy tehát olyat nem lehet csinálni, most mondok egy, a mi szintünkről egy példát, hogy van egy kurva színészlány, izé nem kellett sehova, az osztálya kiemelkedő színésze volt, és akkor felhívja a volt mesterét, hogy hát a, az egyik színházban, a Dörnerék színházából ott lehet, hogy lenne egy ízés. Akkor erre azt mondja volt most, hogy nem képzelt, hogy ilyen izékkal nem, nem mehetsz el dolgozni. Miközben ő nem ad neki munkát, más nem ad neki munkát, mit csinálod? Akkor legyen hű egy ilyen valamihez, hogy mert én a izénál végeztem, hogy nem megyek el a Dörnerhez, nem, elmész dolgozni. És ezt nagyon utálom egyébként ebben az egészben, és ezt most velem is eljátszották, amikor az a csatornához elszegültem, hogy hogy mehetek el oda. Egyrészt majd én elszámolok magamnak a tükörben, hogyha kell, semmit nem vállalok, hogy ne tudjak, de azt meg ne te mondd már meg, hogy amúgy mit vállaljak el és mit nem, miért tartoznék hozzád, miközben te sose hívtál engem, sose adtál lehetőséget, viszont lebeszélni azt nagyon le tudsz. A sért felelősséget látod ebben a kérdésben, amit most felvetettél? Ezért kérdezel, nem fogom az apámat megölni. Nem kell Én megölni, az de hát azért lehet mondani. Hát lehet róla nem tudom, az a mindenki túl démonizálja és dimenzionálja, úgy van beállítva itt az elmúlt hogy az a sertámás itt a nagyizi bűnszövetkezetnek a ízé szar. A igen. Igen, az a sértettség, például ami van. a Vigyánszki-Atilában munkálkodik évek óta, az vajon az a felelőssége? Akik egyébként az elé még segítettek is neki, vagy az ő felelősség azért, mert nem hívták meg repabba az 2 3 4 5 miért ne? Hiszen a joguk megvan hozzá, nem látták mondjuk az ő művészi helyét abba az irányba, amit ők csináltak. Nem azért, mert ő jobboldali vagy keresztény, hanem mert a színház csinálásának, a formaiságának, teszem, ezt csak feltételezem, nem, nem, találtak tartották helyet. eléggé jó Mondjuk, vagy nem, vagy éppen Amelyiket nem, nem állítás lehetne. É, persze, de miért ne? Hiszen amikor a Vigyenszki odajött, akkor ugyanazokat az embereket elküldte, akikkel nem akart foglalkozni. Miért ne lehetne egy színház igazgatónak? így? Tehát akkor, ja, mert ez csak nálad működik. Náluk is működhet. Most én miért nem voltam soha a katonában? ezért? Mert nem. Mert valószínűleg nem vagyok oda való. Mert Felt valamiért nem. Ki Kiknek? A persze, ki szarja le. Azért volt, persze. mikor fájt. Volt, mikor fájt. ha Há, hogy ne, hát mindenki szeretne a katonába dolgozni, azért ott vannak olyan emberek, akikkel azért, azért szívesen persze tanulnék még, vagy tökre dolgoztam volna a Máté Gáborral, vagy dolgoznék. Nem tudom, de nyilván ez a, ez a lehetőség nem áll fenn, de ezért nem, te ez nem zavar. Volt, amikor zavart 20 évesen, 30 évesen, és, és nem értettem, hogy na én miért nem, de hát ezeken túl kell lenni. Ezért mondom, ez kinek a felelőssége? Érted? Ez szerintem annak az embernek talán jobban is a felelőssége, akit olykor elutasítanak. Hm? Az nem lehet, hogy kidobnak három darabodat, mint annak a főrendezőjét, és akkor azután utána ír egy nagy cikket, hogy mivel ti kidobtátok három darabomat, ezért nem tudja meg az ország, hogy micsoda, mit tém, érted? És akkor elindul egy ilyen üzengetés. Ez egy bullshit, érted? Fogadd el, ha nem kell lesz. És szerintem ez, ez egy önkritika, tehát ha nincs önkritikád, és nem tudod hogy helyedet a világban, vagy hogy mire vagy elég jó, és mihez még nem vagy elég jó, akkor bizony ilyen bajok, bajok lesznek évek múlva, mert ez a sok frusztráció, majd így föltornyosul, kapsz mellé egy politikai hátszert, az díröcsén BTR-re végig a karácsonyi vásáron hat pusztuljon mindenki. Akkor most ez van, érted? Az, hogy ez annak a felelőssége, aki azt mondta, hogy te nem vagy ide elég jó, nem tudom. 13 jön ki. Volt olyan terved, hogy... Te, te 13 jön vigyázz Volt olyan terved, hogy esetleg maradni? A volt, abszolút. Én tökre adtam neki egy esélyt, én teljesen nyitottan ültem be hozzá. Két keresztül olyan dolgokat hallgattam, amiket most nem mondhatok el, mert nem tudom bizonyítani, ide szerintem nem volt oda való, tehát nem egy nemzeti igazgatójához való, már a hozzáállás sem bizonyos ember. Ne akart téged tartani, vagy azt akart, hogy magattól menjek Azt akart, hogy magamtól menjek el, ez, a, ez volt a dumája neki, ez a maradhatsz, de nem fogsz jó szerepeket kapni, ah, hát inkább menjél, tudod, majd átment a bal liberális színház, és így mi, mi, mi ment, mi? Tehát ez ment inkább. Mondott bármit a hamletedről? Nem tetszett neki. De mert? mert? hogy fiatal vagyok ő szerinte hozzá és ő még a Trill Zsoltnak se adta volna oda a hamletet. Na most örömmel láttam, hogy a kisfia azóta <laughs> játszott a hamletet a végben. Állítólag nagyon jó, oké, szuper. Ő Alföldi Robert, vezető színészének egyikét látta benned? Szerintem igen, és ez egy aknia kellett, tehát ennyi. Tehát kb. ennyit gondolt erről. Nem tudom elképzelni, hogy, hogy egy ilyen formátú színház rendező, hogyha leülünk és egy kétszer négy órás próbát egy napig csinálunk, akkor ő azt mondaná utána, hogy szerintem te vele nem akarok dolgozni. Mármint, hogy nekem ezt mondaná, ezt nem tudom elképzelni. Tehát olyan szinten tudok bárkivel dolgozni, valakivel nagyon nem, de az már, tega, az már tényleg van, nagyon karakteres emberekkel lennie, de hogy szerintem a vigyázkál kurva-t tudtunk volna együtt dolgozni. Tehát én azért ültem vele úgy, hogy nyitott vagyok arra, hogy ő mit ajánl. Tehát nekem semmi bajom nem volt vele. Tehát tudom, hogy egy csodálatos rendező volt. Azt, hogy most milyen, nem tudom, mert viszont most már az érdeklődésem is elment. Ugye elmentél Orlai Tibor színházába. Azt lehet mondani, hogy az ott a vállalkozói színház színészilétnek egy ilyen keltetője? Tehát, hogy ott azért ugye az van, hogy hogy ott a tehát társulat, de abban az értelemben nem társulat mégsem, hogy ott nem állományban vannak a színészek. Különböző sok, produkciókra vagytok behívva. Igen, a sok szempontból nem társulat végül is az a társulat, de mégis egyfajta társulattiság az is. E, le... Az nagyon versenyképes lenni, hogy egyébként a külszínházaknál messze magasabb fizettséget fizetséget kínál a vele dolgozó művészeknek, ami ugye nyilvánvalóan nagyon fontos. Volt ilyen éra vonzerű. is biztos, most azért már nagyon sokan vannak a Tibornál is. Én nem gondolom, hogy ott korbázban lenne a kerítés. Ö, sőt, szerintem az elmúlt. De azért is érzékelt, hogy ez a szakmai megítélés általában a ti... Ja, ez nekem úgy közben, igen, most, amikor már ugye eljöttem, és akkor úgy beszélgettem emberekkel, hogy már hát ott mennyit játszottam, mennyi pénzt kerestem, mindig mondtam, mennyit, mennyit. Tehát, sem, tehát, ez ugyanaz, mint a, mint a, legenda volt, hogy aki nemzet is, az aztán szétkeresődött. vagy mennyire szar volt a nemzetivel. Nem, de mondd meg. <laughs> Most tényleg mondjam. Most minek mondjam, azt lehet meg. De miért ez nem közügy, nem? Hát egyébként ki adat igényelhetném, ha akarnám egyébként, mert közadatnak számít. Igen, 192 Aha. volt, azt hiszem, a nettóm. 2008-ban. Ha, és azért hétfőtől vasárnapig minden nap toltuk be. Bocs, ez volt a, tehát hogy ezt mindenfajta prémium, meg izé nélkül, ez volt, amit prémium, kerestem. Mi volt a prémiumban, volt kap valami. Nem volt semmifajta plusz előadás, pénz, vagy ilyesmi. Kafetéria. Netto 192. Ez, ez nem volt olyan mókás. Tehát nem, nem az... vezető vezető Nem voltam a vezető színész. ez hát azért, Hamletként Soll mi vagy te? Hát mit tudom én, mi voltam, senki nem mondta, hogy na öcsém, mert vezető színész vagy, tehát nem volt. Hát eljátszottam a hamletet, ja, hát. Ő. Az a a ja. hogy együtt szabadon. Igen. Ezek mit jelent? Hát az, hogy együtt dolgozunk, de közben mindenki csinálja azt, amit, ami jön az életébe. Tehát szabad úszók, dolgoznak néha együtt. Én ezt most már így fordítom. Ö, az egy nagyon jó csapat, egy nagyon jó szellemi és szakmai közösség. Én azt láttam, vagy nekem aztán abból is lett egy kicsit így elegem, vagy untam rá a rengeteg ö, vidékre járás, tehát ez a fajta kultúrmisszió, hogy elviszik a minőségi színházat olyan helyekre, ahol nincs minőségi színház, ez egyrészt nagyon jó, és nagyon támogat, tehát nagyon támogatom. Most persze ez a déléni programmal úgy csinálnak, mintha amúgy ez eddig nem lett volna ilyen a világon, de volt, tehát ez tök régóta van, mert ezt csináltam 7 évig. Ö, és akkor abban azért úgy bele lehet fáradni, hogy elindulsz délbe, valahova érted az Isten hátam és utazol négy órát azért, hogy játszál kettő órát, hogy utána a hajnal kettőre visszaér. Tehát ezek azért úgy két gyerek mellett már nem voltak annyira bulisizék, illetve a kultúrmisszió fényessége úgy kezdett eltörpülni a gyermekeim irántam hiánya mellett, és akkor ezért inkább úgy éreztem, hogy ez most már nem, nincs egába, ez így nem jó. Illetve, hogy olyan darabok voltak sok-sok, ami engem színészileg nem teljesen elégített ki. Tehát azt hiszem nekem ott, ha én most megkérdezel abból a, abból a hét évből, mondjuk nekem a vőlegény volt, nagyon emblematikus, színészileg, amit csináltunk, illetve a széttépve, amit gyakorlatilag a Novák Keszterrel, meg az Ávadával kettő-hármat csináltunk, az volt olyan, ami színészileg olyan feladat volt nekem, amit meg kellett ugranom, vagy ami, amiben volt kihívás. Az összes többi azok olyan szerepek voltak, nagy szerepek, szép szerepek, Mac Murphy, kurva jó szerepek, de mégis azokat tudtam hozni, vagy az nem volt annyira emblematikus folyamat, nem maradt meg annyira bennem, vagy nem nem volt olyan minőségi ugrás bennem. És ez lehető annak is tudható, hogy rengeteget dolgoztam, így mentek, és aki egy idő után kiegsz, nem inspirálult semmi. Nem tudom, de ez a széttépe volt az, amire azt mondtam, hogy ez most majd megcsinálom egyedül, és akkor bebizonyítom egy csomó embernek, de főleg magamnak, hogy igenis van itt keresni való, vagy akkor bukjak bele, ez pont a papapiázás után volt, bukjak bele, és akkor viszont tényleg elmegyek péknek, vagy szördeszkát árulni, és, akkor az, és azt érzem, hogy ezt sikerült megugranom, és hát nem mentem el se péknek, se szördeszkát árulni. Úgyhogy igazából a, ezek, ezen a vonalon akarok elindulni, társadalmi ügyek, színházban, de úgy, hogy, úgy, hogy, 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 hogy fontos, tényleg, tehát fontos dolgok legyenek, nem, nem ez a nem ilyen áldokumentarista cuccok, hanem élvezetes színházi dolgok, miközben dokumentaristák is, tehát ezek nagyon érdekelnek. Ezek, azt érzem, hogy mostán ennek van értelme, ha én színházba vennék, akkor ezek érdekelnének, hogy még milyen egy tanár élete, vagy, vagy mit csinál egy tanár egy frontval, milyen egy orvosnak, vagy egy mentősnek a napja, vagy egy tekesnek a napja. Tehát ez sokkal jobban érdekel, mint megnézni mondjuk egy 75 bolha a fülbe előadást, vagy akármit értettetek. Szerintem az, amit a vigyázkék mondanak, hogy egyébként, hogyha egy bal liberálisnak színész, és Igen. mondom kifejezetten elkönyvelt, nem azt mondom, hogy te Igen. identitásod lenne, de hogyha egy bal liberálisnak színész vállal a politikai szerepet, az könnyebben megbocsátja a nyilvánosság, mint hogyha egy jobboldali konzervatív színész vállal elköteleződés, mondjuk a Fidesz mellett. Szerinted létezik -e ez a jelenség? Hát ezt nem tudom. Szerintem ezt minden ember a maga aspektusával a másikra hárítja, hogy uh -huh. én nem tudom. Most én azért, a szarvasoska ott üt egy csomót a Orbán Viktor mögött, én például nem tartom őt rosszabb embernek. De találkoztam már a pályám során olyan producerrel, aki megkérte egy kicsit legyen most inaktívabb léci majd az évben, és mondtam, hogy alapvetően nem vagyok aktív, tehát hogy már mint így Facebookon, meg ilyen helyeken, Néha valami kijön belőlem, de hát ez nem az van, hogy én izé titkos gyűlésekre járok a, nem tudom hova, és akkor esténként izéval Gyurcsány Ferenccel, szövöge, tehát nem vagyok aktív politikailag, hanem vannak bizonyos határok. Azt gondolod, hogy nem vagy aktív politikai? Azt gondolom, hogy nem vagyok aktív politikailag. Vannak bizonyos dolgok, amik vagy kiütik a biztosítékot nálam, és akkor mondok valamit, vagy vannak olyan kísérletek, ami mellé azt tudom mondani, hogy az, az oda tudok állni. De az, nem de te az vagy, ez hetente én te, te aktív vagy politikailag. Szerintem te nálam aktív a politikai szerepet vállaltál. Én... Nézzük meg ennek a bizonyítéket egy pillanatra. Ez komoly. Szóval. Abszolút. Igen. Igen. Magyar színészek között ez ritka karakán kiállás. <laughs> igen, ez igen, te vagy is egyeztem ezt a hogy ez mennyire ezt. Ja, én nem tudtam, hogy ez lesz a végén. Tehát én annyit tudtam, hogy föl kell mennem, és elkérnek nekem egy dalt, és ott előtte mondták, hogy majd majd jön fel, mutasd be is, de akkor majd te lépsz fel, azért van annyi játék és színpadi intelligenciám, hogy nem fogom cserbe hagyni a mellén fölküldött embert. tehát nyilván akkor bemutattam is, kezet fogtunk, hát ezt a koké okay volt szerintem. Azért vállaltad el, mert annyira tele volt már a tököt, hogy azt gondoltad, tök mindegy, milyen következménye van, leszarom, azt akarom, hogy legyen változás, vagy pedig arról van szó, hogy fölmérted már, hogy itt uh, hogyan alakulnak a nerem belüli játékviszonyok, és azt gondoltad, hogy nem kockáztat annyit feltétlenül, hogy egy ilyen kiállással elvágnak magad egy életre, mondjuk a film alap előtt. Én nem tudom, nem, egyáltalán, de furcsa, nem gondoltam ezekre, hogy kinél vágom el magam, egyszerűen szóval arra gondoltam, hogy... már Tényleg le, Én tudom, mire gondoltam? Arra gondoltam, hogy, hogy végre rájöttetek arra, hogy ebben a választási rendszerben, ha nem fogtok össze, akkor nagyon kevés az esélyetek. És amúgy az élet minden területén tökre támogatom, ha valakik összefognak. Összefogunk a, a izé kisfiúért, a, összefogunk a, azért a kislányért, összefogunk azért, hogy megmentsük azokat. Hogy ezek az a sok összefogás, amikor az ember rájön arra, hogy egyébként nem egyedül vagyunk, hanem együtt vagyunk, és hogyha mindenki beletenné a maga dolgát, akkor amúgy megoldhatóak lennének dolgok. Vagy lehetne változásokat előidézni. Nekem ez baromi szimpatikus volt, és sehol nem mondtam, hogy hogy a Gergelyt támogatom, mert sz szeretem a Gergelyt. Bejelentetted, hogy ő lesz a következő főpolgármester? De nem, azt mondtam, hogy is nagyon szeretlek. Ezután, ami az Ment a, ott a szabadság téren, csörrend meg a telefonon a tv 2 TV2 kéthetes két, hajvakarás, hogy mi, legyen. Tehát mondtam, hogy mi gyerekeket, hát ez mi? Hát ez tök nem? Tehát, két hétig levegtették azt, hogy folytassák veled a munkát? Hát most ezt én nem fogom kimondani. Voltak, valamit, most már voltak erre utaló jelzések, hogy nem mindenki boldog. De én azt tudtam mondani, hogy most nem, akkor gyerekek, de vágjunk, akkor nem egy demokráciában vagyunk. De most akkor nem az van, hogy hogy én azt gondolhatok, amit akarok, és te azt gondolsz, amit engem például nem szabad, szóval, te azt gondolod, mert nem ezért vagyok itt, ugye, hanem mert hogy csinálunk valamit bent. Tehát én ez nem mondom, akkor is érthetetlen volt, de volt voltak ilyen fejeknek pakargatása. Hozzátett ez szerinted ez a szerepvállásod ahhoz, hogy végül el mint a viszonyatok? Ne. Nem, nem. A teljesen más ügy? A teljesen más ügy, ez teljesen ilyen szakmai és emberi dolgok voltak. Azt nem, ez politikai dolog, de <coughs> nem, ez mondom az, az elején. Annak, hogy te kikerültél a mintapákból, annak semmilyen politikai vonatkozása nincs? Nincs. Nincs. Tehát nem az volt, hogy összeszólalkoztunk azért, mert én nem támogatom a jobb oldalt, vagy támogatom a... Tehát nem, semmilyen nem volt. Nem, az a sok-sok-sok más dolog volt. De nem kerültem ki, hanem én nemet mondtam arra, hogy folytassuk. Tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni. Oké, okay. jó, ez fontos különbség. Tényleg, tudom. Tudom. Mind Ugye mind? értékeled most így, nem tudom, négy hónap, öt hónap, lassan talán a az eszefel kirobbanása, az egyetem foglalás kirobbanása és kényszerű elhalasztása után. Hát én sejtettem, hogy ez lesz, tehát, ott egy, tehát azt biztos, hogy tudtam, hogy nem fognak beküldeni verő embereket, vagy rendőrséget, mert akkor ugye elbuknák a 2006 gyurcsány, hú de gonosz volt, mert megvert kártyájukat. <coughs> tehát azt ők nem fogják megcsinálni. Abba is biztos voltam, hogy itt a pandémiával lesz majd ez véget vetve, Hát mit, mit, mit mondjak? Az éjszaka leple alatt sok minden történik ebbe a fura országba, és az éjszaka leple alatt az emberek, akik nem tudnak aludni valamiért, politikusaink, azok úgy gondolják, hogy ilyen törvényekkel kell súnyi módon kikúrni onnan a diákokat, akik egyébként, hát erről hajnalig vitatkozhatnánk, hogy jól csinálják-e, vagy rosszul. Szinte, mindenképpen az egyik legtökösebb dolog volt az elmúlt évek során. Az egyik legszervezettebb, úgy, hogy nem volt szervezve, én voltam bennáluk többször is, én is vittem el nekik ötleteket, hogy hogyan lehet akkor folytatni, hogyha már pandémia van, vagy hogyha ez online térbe kerül. Nagyon értő, értelmes fiatal emberek vannak ott, nem láttam egy olyan vezetőt se, akin izé soros póló lett volna vagy valami. Szóval ezek teljesen valid, értékes, értelmes fiatal emberek, nők és férfiak, akik szeretnének tanulni, és nem szeretnék, hogy mondjuk egy nem csak Károly vigye őket végig, miközben ők mondjuk egy Novák Eszterhez, vagy egy Asár Tamáshoz felvételiztek. Azt kimondhatod, hogy az eszefénynek abban a formájában, ahogy eddig ismertük vége van? Szerintem biztos, a tuti. Hát most majd elkezdődik egy ilyen bizonygatása annak, hogy lám-lám. Tehát tudod, ez az origó effektus, hogy tehát, tehát van egy sorozat, aminek felére csökken a nézettsége, de mi addig mondjuk, hogy ez a legnézettebb, és annyira szuper ez a sorozat, amíg, még mi is elhiszük. Most ugyanez lesz szerintem, hogy annyira tuti, és annyira kellett most ez a keresztény reformáció, a szín. mi? Mi kellett? Hova? De majd, meg, majd elmondják és leírják százszor, hogy ez most sokkal jobb. Na most már sokkal jobb. Tomi, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm. Jó volt beszélgetni. Kérem, hát majd máskor is. Jó, hát ha hívsz, jó. Így lesz. Köszönöm. Ez volt a beszélgetésünk Szabó meg Tamással. Hogyha nem csak erre a szerkesztett verzióval lennél kíváncsi, hanem a teljes beszélgetésre is, akkor hozzáférhetsz ingyen a spotify n vagy a további podcast platformjainkon keresztül, vagy pedig magára, magához a mozgóképhez a Patreon oldalunkon való beregisztrálás követően. Ehhez a linket megtalálod a leírásban. Mindenképp iratkozz fel a csatornára, de még nem tetted volna meg, ha van bármilyen kérdésed észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Egyébként használd a like, illetve a dislike gombokat szintén a véleményed kifejezésére. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, utóbbi a Partizán társalgó a címe, oda is regisztrálj be, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális tartalmakról. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, addig is, ciao.